Megint egy átadás, 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 ugye? Ez a megint egy ünnepélyes pillanat, hogyha nem is szallaggal, dobbal, de mindenképp örömmel a szívünkben. Ugyanis elkészült egy út rész. A garancia 6 év, tehát mindenképp erre a következő 6 évre nem fogunk költeni, abszolút megérdemel. Ez egy különleges beruházás, hisz egyfelől a forgalmat teszi könnyebbé a városba, ugyanis az oroszhegyiek, a szentkirályiak, a kadicsfalviak egy rövidített változatot tudnak majd használni, amikor el akarnak jutni a városközpontba. Tehermentesítjük a Bethlen utat és a Nikolai Bölcsészkút bizonyos mértékben ezáltal. Másfelől pedig munkahelyeket teremtünk. Ugyanakkor elkezdtünk egy udvarhelynek, egy terelő útjának az építését, hiszen ennek az útnak a folytatása itt előttünk majd a Szelykéig fog haladni a városrendezési tervek szerint. Úgyhogy ez a harmadik variáns, aminek esélye van, hogy megvalósuljon. De mindenképp a történetben az a pozitív és a jó, hogy egy magánvállalkozót meggyőztem arról, hogy ne csak a hátunk mögött látható körforgalomig építse meg az utat, hanem adja át nekünk, és mi cserébe leaszfaltozzuk, hogyha a város tulajdonába átadja azt az 50 árnyi területet, ami bizalán kísérték, és ezt megtette. Ha nem lennék szerény, amilyen vagyok, azt mondanám, hogy ezt én találtam ki.